Sziasztok! Most jöttünk haza a vásárlásból. Az Auchanba ott is voltunk, és utána még elmentünk a Lidlbe, mert elfelejtettem ilyen mirelit sült krumplit venni. Úgyhogy azért még elmentünk, meg ott vettünk egy pár állatkaját, főleg a Móriczkának. Úgyhogy mindjárt azt is megmutatom, a Lidlös cuccokat. Aztán megyünk majd kutyát sétáltatni. Hello! Na, akkor itt van a Lidl-ös szerzemény, akkor a Móricznak ilyet vettünk, mert ezt jól tudja enni. Ez úgy látom, hogy ez szalmon, az a lazacos. Igen, azt vettük. Egy, kettő, három. Igen, és ez a negyedik, igen, négy ilyen snack. Akkor Bobika kapott jutifalatot, egy, kettőt, igen, és akkor még vettünk két ilyen finom túrós táskát, ebből az egyiket lehet, hogy megeszem ebédre, vagy ez, vagy pedig a kettő túrós étes, inkább a túrós étes, ezt meg ezt sem mondjuk a végre. És akkor itt van a szatyorba, látszik ez a sült krumpli. Hát én ezt úgy fogom, hogy bekapcsolom a sütőt, ugye légkeverésen, és mindegyik tepsibe rakok egy zacskóval, és lefújom olívaolajjal. Tömény olajba fogom, gondolom úgyis finom lesz. Na, akkor ez volt a kicsi Lidl. Hello! Akkor vettünk a borsóleveshez a zsenge zöld borsót, ez is mirelit, csak ezt most gyorsan berakom a fagyasztóba, mert most egy óráig sétálni fogunk, nem akarom, hogy fölolvadjon. Hú, ez jó sokáig eláll. 2022. november 30-a, remélem addigra már vége lesz ennek a hülyeségnek. Igen, és mivel most nincsen különösebb kaja, vettünk egy ilyen kínai, ez nem is tudom milyen, de valami bambuszos, vagy nem tudom milyen ízű, ilyen guszta, ilyen csirke, ez egy ilyen kis adag. Igen, és akkor vettünk egy nagy adag, ilyen szezámmagos csirkét. Ez érdekes, hogy a nagy adag az már papírcsomagolásban van. Ez is nagyon guszta. És akkor vettünk hozzá köretnek egy ilyen tésztát. Húha! Azt mondták, hogy ez nem csípős, mert ilyet már egyszer ettem, csak az régen volt, de ez finom. Az ilyen vokot dolgoznak a kis kínaiak szorgosan. Na, úgyhogy aki akar, az majd ehet ezekből is. Úgyhogy akkor most ezt itt most félre rakjuk, aztán elmegyünk kutyát sétáltatni. Ebből lesz a gírosz, és összevágom. Hopp, lejött a terítőtartó. Így, na akkor összevágjuk, egy kicsi. Itt van ez a nagy lábos, és szépen alágyújtjuk a húzást, és erre rá fogjuk szórni a már összevágott húsit, és szépen megpirítjuk a fokonál.
Jó, és akkor ez azt írja, hogy 4 evőkanál olaj, azt kell ebbe beleönteni a tányérba. Ilyen érdekes a, ami benne van. Kiszámoljuk. 1, 2, 3. És akkor ezt a pálcát így rárakjuk. És összekeverjük. Most borsóleves fogunk készíteni. Fogok pucolni ugye sárgarépát. Szozosamba vettük. Akkor fehérrépát. Ugye ezek a hozzávalók, akkor ilyen zsenge zöld borsó, ez is ilyen osamú, és lesz benne petrezselye. És most először mindent meg fogok pucolni, utána pedig bele fogom rakni a lábosba. Teljes kiöldésű liszt, és megszóljuk vele a levest. Eljött igen, egy picit aha. És összekeverjük. Öntjük vízzel. És fölforraljuk. Sziasztok! Ma az Osamba voltunk, és megmutatom, miket vettünk, amiből már megkezdődött a feldolgozás, ugye a girosz, az már ott sül a serpenyőben, és a borsóleves pedig a fazékban, úgyhogy azok már félig fel vannak dolgozva, és akkor megmutatom a húsféléket. Itt van ilyen csirke, egész combfilé. Ebből valószínű, hogy sült csirkecomb lesz. Akkor itt van a kutyuskának, hoppá, itt nekimentem, friss csirkefarhát. Ebből van kettő dobozzal. Itt a másik, tehát vettem neki kettő ilyet. És azon kívül van itt egy csirke, egész csirke, ezt is meg fogom majd sütni, elég helyes kis csirke. Nézd, egy kis, még friss volt, és akkor van itt még egy pár felvágót, amit majd becsomagolunk a fiamnak, majd vasárnap, mert hétfőn megy el ilyen sonkát, ilyeneket kap a szendvicsbe. Veszünk ilyen sonka. Aztán vettünk még kettő ilyen füsti klasszik virslit.
nagyon jó íze van. Igen. Akkor vettünk egy ilyen sertésmájast, ezt mindenki szereti, én is, a család is, sőt, még az állatkák is. Akkor vettünk szafaládét, mustárral, tormával, nagyon finom. Gyorsan pakolom, ne itt megromoljon. Aztán amik jöjjenek, hát lehetnek. Tehát ez a görög joghurt, ez majd a giroszhoz lesz öntet. Majd mindenféle kapor lesz hozzáöntve, egy kis petrezselyen, meg fűszerezve, és a zöldségekre majd ez lesz ráöntve. Ezt is berakom ide. Ütőbe, ha befér. Közben most már kapolom a dolgokat. Akkor vettünk egy ilyen gyöngyvirágillatú légfrissítőt. Akkor egy ilyen jó kis eperiző turbódiétát, mert a mennyes az már nagyon fogy. Akkor vettünk egy ilyen kortobit kekszet, hozzáadott cukor nélkül. És ebből kettőt is vettünk, igen, két bockóval. Vettem ilyen sütőfóliát, ez ilyen extra nagy méretben. Jó sok csirkeszem beleférjen, és akkor itt van két ilyen köthető füles zsonnás tasak, ez nagyon kapcsok. Akkor mi van itt? Kiesett javajkrém, igen, ez a Tominak vajkrém lesz a szendvicsébe, ez pedig napraforgó, ebben hármat is vettünk a napraforgóból. És akkor mutatom még, hogy mi az, amit vettünk. Mondjuk következnek a zöldségek. Vettem banánt, az nagyon szép sárga volt, jó, meg volt érve. Ez nagyon finom, és 479 forint volt kilója, tehát ez nagyon jó. Akkor volt citrom. Ez nagyon szép, akkor vettem lilahagymát a giroszhoz, a zöldségek, meg volt uborka, hát ez jó drága volt, ez 400 forint volt, egy nem túl nagy uborka, és akkor itt van idaredalma, az jó volt, 295 forintért, ez elég jó, és ezt el is lakott. Ja, és még a giroszhoz lesz ilyen zöld saláta ágyon lesz. Ez is mennyi volt? 279 egy ilyen sima fejes saláta, tehát nem a jég saláta, hanem a fejes saláta. Úgyhogy ez se volt nagyon olcsó, ami azt illeti. Akkor nézzük még, hogy mik vannak. Na. Van itt egy ilyen mindenféle vegyes, ez egy ilyen kis labda, kis piros, a Bobikának jó lesz majd kint, hát ha rákap a labda ízére, hogy az milyen jó dolog, hogy ezt használjuk. Akkor vettünk egy ilyen WC tisztító illatosítót. Akkor vettem az autóba egy ilyen tök jó, ahol ugye jön a fűtés, itt nagyon jó lehet ezeket a szellőző rácsokat tisztítani, jól bele lehet nyúlni, és így, ahogy itt a képen látszik, teljesen kitisztítja. Akkor van itt egy ilyen Ambipur légfrissítő, ilyen óceán illatú. Akkor van egy gyírosz fűszerkeverék, ebből már egyet teljesen ráraktam a husira, egyet meg csak úgy félig, egy meg ilyen tartalékban. Akkor itt van még egy Orbit, rágó, és akkor nézzük, mit vannak még itt. De igen, látszik, hogy azért itt eléggé be lett minden dobálva. Itt van egy sportszelet, akkor egy görög sültek, kutyakaja, jutalomfalat, még egy görög sültek, egy sütőpor,
és még egy rágó. Igen. Ezeket is elrakja, és akkor itt van egy, még egy ilyen Norbi Rudi. Itt megy be a hűtőbe, azonnal. Jó, na nézzük tovább. Azt mondja, hogy van itt egy a márciusi burda. Hát ezt most nem fogom így véglapozni, csak úgy átpörgetem. Tök jó ruhák vannak benne. Nagyon szép minden. Igen. Szuper. Tehát akkor ez a burda. Nagyon jó. Akkor vettünk ilyet desszertnek. Holnapi ebéd után. De ez lehet, hogy kevés lesz a palacsinta után. Akkor ilyen teljes kiölésű kenyeret fog a fiam majd kapni, ebbe lesz a finom sonka. És a sonka mellé fog kapni ilyen füstölt trappista sajtot. Három zacskóval vettem. Hát ez elég lesz szerintem, ennyi. Bőven elég lesz. Aztán csak még itt minden hűlik le, sajnos a polcról. Mi van még itt? Akkor van itt egy ilyen feta sajt, ez is a salátához. Lesz egy kis eper, ez egy ilyen nagyon picike, ez mekkora? Ez egy 25 dekát, nagyon szép. Van itt egy ilyen győri édes eredeti recept. Kekszecske, akkor Norbi puding 2, Norbi puding. Akkor egy mizó, mizóvili, és akkor itt vannak ezek a tejszeletek, megyes, a kókuszos, akkor van egy körözöttünk, itt vannak a tejszeletek, igen, jó, és akkor itt van egy pocket coffee, jó. Aztán vettem a macskának, meg magunknak ilyen ömlesztett sajtkrémet, mert ezt jól meg tudja enni, ez puha. Mondjuk az előbb már benyomott egy egész konzervet, úgyhogy azért nincs olyan nagy baj, ahogy elnézem. Jó, na ezeket is gyorsan eltakolom. Na akkor most már ugye elfáradtam, hogy most már leülök ide a székre, és akkor így folytatom a bemutatást. Nagyon tudok, hogy kiderültem a szemembe, és akkor így mutogatom. Itt van egy ilyen 2021, minden terv szerint egy ilyen futós újság. Hát ha még több motivációt kapok belőle, mint amennyi most van. Mert mostanában inkább a gyaloglás felé tolódott el a dolog, de azért a futás is jó dolog. A kókuszos kecs. Igen, akkor ilyen levesgyöngy, ez nagyon finom. Még egy levesgyöngy. Akkor a Bobikának jutifari. Megint egy levesgyöngy, ezzel most betankoltam, nem fogok hiszen két hetente rohangálni. Levesgyöngyökért. Akkor itt van egy ilyen kisebb méretű sütőzacskó. Akkor van itt egy alufólia. Ez jó lesz majd ebbe belecsomagolni a kaják, illetve a szendvicseket. Akkor itt van ilyen szép lekváros háromszög. Akkor a Bobi kapott megint egy új játékot. Ezzel majd jókat le
szórakozni. Jaj, ez az acskó, zavar olyankor. Akkor itt is van egy gyros fűszer, horvátról is. Na kipróbálom, melyik ízlik a legjobban. Aztán, ó, hát ebből az acskóban tudom, mi volt, paradicsom. De az kiesett az acskóból. Ilyen szép paradicsomok. Na, akkor van itt egy rizs, egy ilyen bérizs. És van itt a megyes jogobella. Négyet vettem, csak hármat látok. Ja, eltűnt a negyedik. Akkor itt egy ilyen kókuszos rúd. Édesének, akkor itt van bulgur. Az egészség jegyében. És még egy szotyi. Meg van itt egy pár ilyen párizsi. Ez a két csomag. És akkor vettem még kávékapszulát, kéket, koffeinmenteset, abból is kettőt. Vettem egy ilyen lájtos trappista sajtot. Itt van egy lájtos tejszínhab, mondjuk most nem volt az az igazi cukormentes, de most ez legalább nem annyira zsírós. Itt pedig egy ilyen lúdgége levespészta. Vettem még két tonhalas krémet. Régen, amikor kirándultunk nagyon messze, mondjuk még nyáron, akkor ilyet vittünk, mert ez nem romlott meg, ezt kentjük a kenyérbe. És itt van még egy joghurt, akkor előkerült. És itt ismét lejött a terítőnek ez a védő csodája. Igen, és akkor itt van még három sportszelet. Jó. És akkor még van egy zacskó, na azt is megnézzük, hogy ebben mi van. Ebbe van egy doboz ilyen műzliszelet, ez a cukormentes kakaós műzliszelet. Aztán van benne kettő zuhanyozó függöny, mert a másik kettő az már nagyon régi, azt ki is fogom dobni. Ezt nem is érdemes kimosni, mert már annyira régi. És akkor van itt két domestor, akkor van egy ilyen sárga Lenor, ennek ilyen nagyon jó illata van, ilyen nyári szellő illat, nagyon kellemes egyébként. És akkor na, ilyen perszil még nem volt, ez a méhtisztítós színes aktív gél. Nagyon kellemes illata van, de ilyet még nem használtam, majd most kiderül, hogy a kakasulátok mennyire szereti, és akkor van itt egy ilyen prontó tisztító, és vettem még két ilyen nagy osanos háztartási papírt tőlük. Ezeket vettem, úgyhogy ezeket most még el tudom rakni, és akkor befejezem a gyrosz meg a borsó levest. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel a csatornára. A legközelebb találkozunk, remélem a hétvégén jó idő lesz. És hétfőtől meg ugye kezdődik a zárás, de szerintem addig is lehet kirándulni, attól függetlenül lehet, hogy hideg lesz a hétvégén. Úgyhogy sziasztok, vigyázzatok magatokra! Na már egész puha a leves, és öntünk bele egy kis tejet is. Azzal is egy kicsit felharotyogtatjuk, megkavargatom. És most pedig összekevertem 30 g vajat és egy tojást. Jó alaposan, és most hozzáöntök annyi lisztet, amennyit fölvesz, ugye? És azt így beleszaggatom a levesbe, ez lesz ugye a vajas tészta. Hát ez ilyen zabliszt, zabfehely liszt. Beleöntöm, és akkor így átkevergetem. Ilyen kis vajas galuska, vagy vajgaluska. Ilyen kis picike kis karuskákat bele szaggatunk. A kanál végével lehet kisebb.
Jó, és most, hogy már mindjárt készen van a levás, most belerakjuk ezt az összevágott perzselymet. Ez egy egész jó nagy ilyen csokor volt. Összekeverjük, és akkor még rotyogtatjuk itt egy kicsit. És akkor ez úgy tűnik, hogy ez el is készült most már. Teljesen jó lett, nagyon jól néz ki. Elkészült. Na, elkészült a girosz is. Kicsit odakapott az alja, de még pont időbe sikerült elkapni. És az ilyen jól néz ki. Finom lett, megkóstoltam. Jó lett, nagyon jó lesz majd a salátával, meg a sült krumplival.